A természet szépsége ihlette ifjabb Zámbó Ferenc munkáit, aki végzettségét tekintve erdésztechnikus. Térségünk a vértes növény és állatvilágát mutatja be alkotásain a Zámolyon élő fotós. Úgy szoktam általában fotózni, hogy valami ritka pillanat megfog, és meg akarom örökíteni. És az a lényeg a képeknek, hogy megpróbálom minél élethűbbre, hogy minél élethűbbre megközelítsen a valóságot. Persze soha nem sikerül, de az a lényeg. Mert a valósághűnek, és hát a kint természetben, az leíratatlan élmény is. Többnyire magamnak csináltam, meg nem nyomtogattam a képeimet, nem sokan látták eddig, úgyhogy jó érzés, hogy sok embert érdekel. Ahogy az már összeállításunk elején elhangzott, ifjabb Zámbó Ferenc nemigen mutogatja fotóit. Éles Csabáné mégis rávette a természet szerető alkotót, hogy kiállítsa képeit. Az élményt a szintén zámói születésű Csanádi Imre vértes ihlette versrészletei teszik teljessé. Bár én magam nem vagyok szakértője ugye a fotózásnak, de mint laikus azt mondtam, hogy nekem ez nagyon tetszik, és szerintem másoknak is tetszene. És ezért kértem meg, hogy adjon képeket azért, hogy ezeket kiállíthassuk. És amikor beszélgettünk róla, hogy miért csinálja ő ezeket, akkor valahogy előkerült az is, hogy nem címeket adunk ezeknek a képeknek, hanem Csanádi Imre verseit párosítottuk a képekhez. Elsősorban azért, mert Csanádi zámai költő, és az ő versei is tele vannak a környék természeti környezetének a leírásával, és én úgy gondolom, hogy ez a párosítás nagyon jól sikerült. A Szénatéri Tagkönyvtárban február 4-ig láthatóak az alkotások. Ezt követően Tatabányára és Csákvára már biztosan eljutnak ezek a természetfotók, és a kiállítások száma még akár nőhet is. Ne feledkezzünk meg arról sem, hogy időközben újabb képek is készülnek majd, hiszen Ferenc rendszeresen túrabakancsot húz, és hátizsákjával járja a vértest.